Palotástánccal avatták fel a diákok a megújult Széchenyi István általános iskolát Mohácson. A pályázati és kormányzati többletforrásból összesen mintegy 1 milliárd 150 millió forintból megvalósult beruházás már évek óta váratott magára. Az átadó ünnepségen elhangzott, hogy a több mint 125 éves épület teljes modernizálása és bővítése történt meg az elmúlt időszakban. A Klik elnöke köszöntőjében elmondta, hogy az iskolafejlesztési projekt megkezdésének elején 60 milliárd forint finanszírozási összeget irányoztak elő. Ahhoz, hogy mindent sikerüljön megvalósítani, amit az egyes helyeken megálmodtunk, illetve megálmodtak a helyiek és a tankerületek polgármesterekkel és a helyi közösségekkel együtt, ahhoz biztos, hogy még pénzre van szükség. A 60 milliárdot jelen pillanatban 25 milliárd forinttal kellett már ahhoz kiegészíteni, hogy semmit se veszítsünk abból a tervekből, ami eredetileg elindult. Így a mohácsi intézmény is megújulhatott. Többek között a tetőzetet és a régi nyílászárókat korszerűkre cserélték, a termeket és a folyosókat kifestették és új padlózatot is kaptak, de a fűtést is modernizálták. A meglévő épület pedig új bejárattal, aulával és portaszolgálattal gazdagodott. Az udvart is teljesen felújították, új burkolatot kapott, megszépültek a zöld felületek és utcabútorokat helyeztek ki. Hargitay János, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy a pedagógus az iskola kulcsa, a tanárok pedig joggal elégedetlenek helyzetükkel, de, mint mondta, már tudja, hogyan fogják ezt korrigálni. Ezt már számtalanszor elmondtuk, ez az első döntéseink egyike lesz. A háború sok mindent beárnyékol, sok mindent újra kell számolnunk, de ebből biztos, hogy nem fogunk tudni engedni, hogy az iskolát, ha rendbe tettük, akkor a pedagógusok lelkét is hozzuk helyzetben a következőbe. Ez egy fontos lépés, amit meg fog tenni az utánunk következő új kormány, aminek én töretlenül hiszem, hogy részesei is leszünk. A rendszerváltás utáni évtizedek legnagyobb szabású iskola felújítási munkálatai fejeződtek most be. Mindez több mint 700 Mohácsról és a környező településekről odajáró tanulót érint.